Szervusztok! Bemutatom a vadi új székemet, ami nem más, mint a Vertagír! Ha csak a funkciót nézzük, akkor a legegyszerűbb és nem utolsó sorban a legolcsóbb szék is megteszi, ami éppen hogy csak nem roskad össze alattunk. Fun fact, nekem például ez a korhat ketti szék volt a székem 2 éven keresztül. Persze, jó, ha kényelmes a szék, van hát és kartámla, esetleg gurul valamerre és valamennyire állítható is, de meglepő módon ezen funkciók nagy része megtalálható az olcsóbb irodaszékek nagy részénél is. Akkor mi a ráknak veszünk egy méregdrága gamer széket, tehetjük fel magunknak a kérdést. Legyünk őszinték magunkhoz. Ha valaki gamer széket vesz, az elsősorban nem a funkcionalitást, hanem egy életérzést és dizájnt vásárol meg, ami jelképezi azt, hogy mennyire elhivatott a videójátékok iránt, amikkel többnyire ülve szoktunk játszani. Mondhatnánk úgy is, hogy ha sok minőségi időt töltünk minőségi játékokkal, akkor a fenekünktől sem sajnáljuk azt a minőséget. És ha már itt tartunk, a hátunktól se, ha csak valaki nem direkt gerincfeldülésre szeret gyúrni. És itt sietnek a segítségünkre az olyan gamer székmárkák, mint az általam is itt kipróbált Vertagear PL4000. 500. Lassan másfél hónapja használom a széket, amit a Vertagear nagy lelkűen küldött nekem, és nincs okom panaszra. Hozzá kell tennem, hogy esetemben nincs túl magasan a léc. Ahogy azt a tavalyi szék bemutatóban is elmondtam, nekem csak 3 dolog számít. Legyen legalább annyira kényelmes, mint ez! Ne nyikorogjon! Ne legyen ez! 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 Tehát, hogy így foszlik le szét ez a műanyag bőr. Nézzétek meg, ezzel van tele a szobám, most ezt a földről szedem fel. Tehát, hogy ilyen ne legyen! És akkor én már boldog vagyok! Ez a dupló volt. Kényelem, ne nyikorogjon és ne essen szét! Ennyi felvezetés után nézzük, hogy miként vizsgázott nálam a Vertagear széke. Az összeszerelés könnyű volt, és nagyjából 20 perc alatt kivitelezhető is. Megkönnyebbülésemre a csavarhúzót itt is mellékelték a székhez, és külön tetszett, hogy a háttámla rögzítésre egy külön sim van a támlában, amire elegendő azt ráhúzni, majd oldalról becsavarozni, és nem kell szenvedni azzal, hogy a támlát a háttámla tartók közé befogassuk. A szék igen masszív, majdnem 30 kiló, de cserébe akár 180 kg-ot is elbír, így ha csak valaki nem egy kórosan elhízott gamer sztereotípia vagy átlagon felüli paraméterekkel rendelkező sumó birkózó, akkor a szék bírni fogja a terhelést. A kényelemre sem lehet panaszunk, az ülőrész és a háttámla egyaránt kényelmesek, amiket még derék és fejpárnákkal is meg tudunk támogatni, így hosszabb használat esetén is igyekszik egészséges tartást biztosítani a hátunknak. Figyelem! Ettől még érdemes egy-két óránként felállni és kicsit nyújtózkodni, hogy az ortopéd orvosok továbbra is nyugodtan alhassanak. Számomra továbbá külön pozitívum volt, hogy a szék magassága is megfelelő, így normál helyzetben is tudok teli talppal a földön ülni, valamint a kartámlák is befértek az asztallapomon át, anélkül, hogy lehántanák az ujjaimat. Természetesen sok helyen állítható is a szék, így lehetőségünk lesz testre szabni az ülőrész magasságát és dőlésszögét, a kartámlákat, valamint a háttámlát is. A háttámla 140 fokos szögben döntető hátra, így ha szeretnénk, akkor akár kényelmesen alhatunk is a székben. Külön szót érdemel még a kialakítás és a dizájn. A szék oldalsó részeit műbőr borítja, míg a középső ülőfelület bársonyból készült. Ez a bársony felület igazi prémium érzetet kölcsönöz a széknek, és egy speciális kávészálas betéttel van ellátva, ami jól szűri a szagokat, és gyorsan szárad. Hogy ez mire jó? Ha valaki elég sokat ül egy helyen, főleg egy füllett nyári napon, akkor az bizony szagokkal is jár a fenéktájt, és ilyenkor nem baj az, ha ezt nem veszi át annyira és sugározza ki utána a székünk, tanúbizonyságot téve arról, hogy itt bizony mi ültünk. A gyors száradás pedig...
maradjunk annyiban, hogy jó az, ha leöntjük a széket, vagy tisztítani akarjuk. A többit meg a fantáziátokra bízom. Azért azt itt meg kell jegyeznem, hogy ez a bársony felület nagyon jó szöszmágnes is egyben, így ha valakinek vannak kutyái, vagy macskái, vagy bármilyen kis állata, az készüljön fel arra, hogy rendszeresen kell majd takarítani a szöszöket a székről, különben a bársony szép lassan bundává fog átminősülni. Még egy apróság, hogy az ülőrészen oldalt kemény merevítések vannak, ami esetleg kényelmetlen lehet az extra nagy ülőgumókkal rendelkezők számára. Végül a szék még számos színben is kapható, így mindenki megtalálhatja a hozzáillő árnyalatot, az enyém a lila volt. És ha még ez sem lenne elég, akkor az igazán hipsterek külön vehetnek a székhez programozható LED világítást is, amit bár ők nem nagyon fognak látni, mert a világítás a hátoldalra került, de cserébe megkapják az élményt, hogy még a székük is világít. Igen, van ilyen is. Mindent összevetve, ez egy nagyon jó szék, aminek a legnagyobb kerékkötője a borsos ára. De ha valaki nem sajnálja rá azt a nagyjából 110 ezer forintot, annak egy minőségi és megbízható gamer széke lesz a Vertogear PL4500 képében. Csak tartsa tőle távol az állatait! Ha felkeltette a szék az érdeklődéseteket, akkor a Vertogear oldalának linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Köszönöm szépen a Vertogearnek, hogy biztosította számomra a széket. Most már ez lesz az állandó ülő alkalmatosságom a gép előtt. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez volt a Vertogear PL4500.